Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Megyei másodosztályú labdarúgó bajnoki mérkőzés Fehérgyarmaton, az ellenfél a Sonkád, és Bíró Tibor kollégámmal arról beszélgettünk, hogy mikor volt megye másodosztályú labdarúgó mérkőzés legutóbb Fehérgyarmaton. Hát nekem nem sikerült visszaemlékezni, bár az az igazság, hogy ez a 22. szezon, amikor itt közvetítek a pálya mellett, és ez idő alatt kizárólag megye 1-es, MB3-as, és ugye legutóbb pedig az ismert okokból megye 3-as mérkőzéseket sikerült itt végigkövetni. Most pedig egy megye 2-es találkozó következik, de hát ugye 2 évvel ezelőtt az volt a cél, hogy 2 év alatt 2 osztályt lépjen följebb a Fehérgyarmat. Ugye az 1 év alatt 1 osztályt sikerült, most pedig lássuk, hogy az alatt a hadjárat alatt, ami 1 perce körülbelül megindult, sikerül-e teljesíteni ezt a célt. Az első támadás az a Sonkádiaké, méghozzá jobb oldalon próbálkoznak, az alapvonalig viszik le a labdát, de azt aztán 2 védő is biztosított, és így kirúgással következhet a Fehérgyarmat. Egyébként az ifjúsági mérkőzésen 6-3-as Fehérgyarmati győzelem született, meglehetősen magabiztos és gólgazdag volt a siker. 5 játékos is érkezett a nyár folyamán Fehérgyarmatra. Ha már egy csapat meg akarja nyerni a megye 2-t, akkor nyilván erősíteni is kell, még akkor is, hogyha 100%-os teljesítménnyel nyertük a megye 3-osztályt, de a megye 2 azért már egy másik kávéház. Érkezett tehát több régi játékosunk, akik még a megye 1. osztályban erősítették a Fehérgyarmatot, úgy mint Balog Árpád, vagy Szabó Tamás, ugye Szabó Tamás ott is van a pályán, és csapatkapitány is lett rögtön az együttesnek. Érkezett még Szabó Antal Vámos Orosziból, Rozman Sándor Tarpáról és Lizák Bence Milotáról. Ezek után lássuk az összeállításokat a vendégeknél. A kapuban 22-essel Kánya Gábor, a csapatkapitány Siket László 7-essel, 9-es Botos Benedek, Horváth Rihárd játszik 10-essel, Cigus Sándor 15-össel, Sztárosta Ferenc a 32-es, közben a jobb szélen szerezzük meg a labdát, de már aztán kint az oldalvonalon túl Karmacsi Csabának nem sikerült bentartani. Vissza a vendégek, kezdő 11-éhez 33-assal Pálóci, 62-es Algás Bence, 77-es Fejes, 88-as Német és 94-es Botos Ádám. A cserepadon a vendégeknél Fejér András, Bakos Ernő, Danó Patrik és Botos Viktor. A miénk összeállítása közben egy helyzet, de levágódik egy védőn, és már a mezőnybe vissza is rúgták a labdát. Mindek között a Hóri Horgas, mindek közben Kondor Gábor fejelte ki balra a labdát, és aztán majd, hogy nem sikerült megjátszani alapit. Szóval a miénk kezdője Almási Ákos a kapus, 3-assal Karmacsi Csaba, 6-os Farkas Sándor, 7-es Aranyos Csaba, 9-es Szabó Antal, alapi Tamás játszik 10-essel, Rozman Sándor ugye újonnan érkezőként 11-essel, a 12-es Cserepes Ádám, csapatkapitányunk Szabó Tamás játszik 13-assal, a 15-ös Kondor Gábor és Káló Attila a 19-es, az együttes szakvezetője pedig továbbra is Geletei Zoltán. A 3. perc végén gól nincs, de még helyzet sem egyenlőre. A mérkőzést egyébként Maleskovics Rudolf vezeti, a hozzánk közelebbi asszisztens Bíró Csaba, tőlünk messzebb DNS Tamás. Nagy harc a pálya közepén, de sikerült megjátszani Algácsnak a labdát. Egy nyukra futtatás a bal oldalra, kapus eléri, és az alapvonalon túlra mentett. Aztán még picit oda is rugott az ellenfél játékosának, következhet tehát az első szögletrúgás a találkozó 4. perceiben. Ez ugyebár az első forduló. Miénk a múlt héten, amikor mások már játszottak, még nem szerepeltek. Nem volt jó a passz egyébként alapítól, de sikerült a mezőnybe kifejelni a labdát. Szabó Antal szépen vette át, és lehet Szabó a jobb oldalon. Nézd, hogy hova adhatja a labdát, nagyon jó így a csel, vissza is lehetne gurítani, oda a hosszúra, és kapásból lőtt Aranyos Csaba, akinek a lövését Kánya védte ki. Tegyük hozzá, hogy ez a profi megoldás, ha valaki kapásból lő, ezt kellett csinálni, de, ugye a futballban nincs de,
csak érdemes eljátszani a gondolata. Ha leveszi és megnézi, hogy hova rúgja, akkor vélhetően már 1-0-ra vezet a fehér gyarmat. A fejes pedig kint az oldalvonalon túl, mármint a fejes következtében a labda, így bedobással jöhet a sonkád épp a felező vonaltól. A szélen látszik, hogy kifejezetten gyors játékosai vannak a vendégeknek. A labda átvétel nagyon hosszú volt, Cigus volt, aki nagyon hosszan vette át a labdát, és most már kezd szétszakadni a pálya, most a fehér gyarmat vezet támadást. Ott az az igazság, hogy picit hosszú volt a labda Szabó Antalnak, de már megint a fehér gyarmatiaknál. Nem történt szabálytalanság, Szabó Tamás pedig nagyon szépen csinálta meg a cselt, a játékvezető pedig belefúj a sípjába, kapott a gyarmati csapat szerintem egy ajándék szabadrúgást. Szabó Antal került a földre. Mindez a 6. percben, 0-0-ás mérkőzés állásnál ketten teszik le a labdát. Ugye a 16-os sarkától mintegy 4-5 méterre a szabadrúgás helye. Most már két tagú a sorfal, sőt, még egy harmadik játékos is oda megy. Vélhetően így most már beívelés lesz, vagy le is lehet gurítani Kálónak ide a szélre. Nem, a beadás következik, ott a fejes óajtó ablak helyzetben fölé, azonban az asszisztens bíró Csaba mutatja, hogy a fejest les helyzet előzte meg. Ugye most már a 16-oson belülre is lehet passzolni a labdát a kapus kirúgáskor, nem mindig volt ez így. Ennek köszönhetően azért könnyebb dolga van a védelmeknek ilyen helyzetekben, mint volt korábban. A játékvezető pedig mutatja, hogy kér egy új labdát. Szóval ebben a fordulóban lejátszottak már egy mérkőzést. Itt a Csenger Sima 5-0-ra verte az Őr csapatát. Volt némi lökés, de maradt a labda a vendégeknél egészen eddig a pillanatig. És akkor az első fordulóban pedig a következő eredmények születtek. Sonkád Csenger Sima 2-5, tehát az első fordulóban is 5-5 lőtt a Csenger Sima, és éppen az mai ellenfél a Sonkád volt ennek a kárvallottja. Igaz, a sonkádiak is kétszer betaláltak, de vereséget szenvedtek. Ópály Jencsencs 0-0, Őr Kocsord 0-2, Mirota Szatmárcseke 2-5, Vámosoroszi Nagydobos 4-2, és ugye az első fordulóban nagyon szép labda középre, és mutatja az asszisztens, hogy lesz, de így is lepattant Szabóról a labda. Szóval a Tiszta Berek vendégeként nem játszott el a mérkőzését a fehér gyarmat az első fordulóban. Most pedig egyébként ez a forduló Nagydobos Milota, Nyírvasvári Tiszta Berek, ugye fehér gyarmat Sonkád, Kocsord Ópály és Encsencs Vámosoroszi találkozókat rendeznek ebben a fordulóban. Még nem érdemes figyelni a tabellát, de egy említést megér, hogy mivel a Szatmárcsek, vagy a Csenger Sima már két mérkőzés lejátszott, és mindkettőt megnyerte egy 6 ponttal, ebben a pillanatban vezeti a tabellát, méghozzá 10-2-es gólkülönbséggel. Egyébként érdekes dolog ez, hogy a fehér gyarmat az esélyese ennek a mérkőzésnek. Alapesetben azt mondhatnánk, hogy a fehér gyarmat ugye az újonc, aki feljutott a megye 3-ból. Farkas egyébként, ha szabad ilyet mondanom, hízott néhány kilót, lehet, hogy izom, de mintha lassult volna tavaly óta. És akkor jön a szabadrúgás. Szóval, amiben belekezdtem, hogy a fehér gyarmat újonc ebben a bajnokságban, akár azt is lehetne mondani, hogy esélytelen egy ilyen meccsen, de hát ugye tudjuk a csapat múltját ismerve azt lehet mondani, hogy lényegében minden mérkőzésen esélyes lesz, remélhetőleg.
Szabó Tamás tett jelzést, hogy jobb lenne egy beívelés ilyen helyzetekben. Geletei szól az övének, hogy kövessék a játékot. És menj oda! Első lapta, gyere! Beszélj, karma, beszéljetek! Hát amúgy is kint van, de én azt gondolom, hogyha a birtokba veszi a labdát a vendégjátékos, akkor az asszisztens Dienes Tamás szólt volna, hogy ez bizony lesz. A vendégek tízese horvát nem tetszését nyilvánította ki, hogy a játékvezető a sípjába fújt. Tegyük hozzá, hogy meglehetősen könnyen fúj Maleskovics egyenlőre. Szinte mindent. Érdekesség, hogy a vendégek mezén a Bece nevei vannak a játékosoknak, alapesetben a kereszt nevük, de néhányuknak kifejezetten Bece neve. Például a 9-es Botos Benedeknek Kis Ninja szerepel a mezén. Én azért a Botos megnevezésnél fogok maradni. Egy nagyon szép lövés közben ismét Alapi veszélyeztette a vendégek kapuját, és nagyon szépen védett Kánya. Nagyon szép szerelés volt. Szabó, a Cselis jó. Aztán Alapi. Szabót futtatják, nagyon gyorsnak kéne lenni, hogy ezt elérje. Becsúszott, és egy szögletrúgás, kérem szépen, kiharcolt. Nagyon szép volt, amit Szabó csinál, de szól a csapattársának, hogy hát, hogy is mondjam, ne ölje meg az első félidő elején egy ekkora futtatással. Ezzel együtt Szabó nagyon szépen megoldotta, és egy szögletrúgást ki is harcolt. Közben itt a felező vonalnál Karmacsi Csaba fogdossa a cipője orrát, lehet, hogy a lábúja fájdult meg. Alapi nagyon szépen előzött meg két embert is egyébként. Jó lett volna, hamarabb játszik vissza aranyos felé, így viszont kontrázni tud az ellenfél, de az látszik, hogy a fehér gyarmatiak nem csak a megye 3-ban volt így, hanem itt a megye 2-ben is, hogy gyorsabb mozgásúak, mint az ellenfél. Nagyon szépen mellel, és aztán jó volt a szerelés is. Eddig egy kifejezetten jó iramú mérkőzést láthatnak a nézők. Remélem és gondolom, hogy a tévéképernyőkön keresztül is ez a kép mutatkozik. Látszik, hogy a fehér gyarmat képzettebb csapat, de a sonkádiak meg egyértelműen rutinosabbak a mieinknél. Megint az lesz a döntő, mint ahogy tavaly is volt, egy osztálya lejjebb, hogy az ellenfél elfárad-e, és ha igen, mikor. Vélhetően a fehér gyarmatnál idén sem lesz ilyen probléma. Úgy Alapi elszámolta, mondjuk nem is ő a legmagasabb ember, vagy inkább a legalacsonyabb. Mégis fejjel próbálkozott. Nézzük, hogy ez szöglet, vagy kirúgás. Figyelj, gyere vissza! Benedek! Benedek! Benedek, nézd csak itt jön! Jó, de mire odaér a labda, lehet nem élsz ide? Labda gyorsabb, mint te. Nagyon szép labda volt Kálónak Alapitól, Káló levesz egy embert középen, és nem sikerült az egyszerűt megjátszani a Kálónak. Vele szemben pedig Botos Ádám, Botos nagyon szép cselt csinált, de aztán labdát veszített. Elég gyakran előfordul, hogy egy játékos leszegett fejjel megy előre, és belevezeti lényegében a labdát az ellenfélbe. Nehezen szelídítette meg magát a labdát a szélső. Magát megszelídítette, csak a labdát nem. És akkor, ha kimegy kirúgás, vagy pedig bedobás, de az is a fehér gyarmat javára nagyot pörgött a labda.
Egyébként meglehetősen jó a pálya talaj ahhoz képest, hogy milyen szárazság volt idén nyáron. Nem tudom, hogy mennyire sikerült egyébként öntözni. Működik-e az öntözőrendszer, de akár így, akár úgy, kifejezetten jónak tűnik a pálya talaja, mondom, a nyárt figyelembe véve. Hát ott ugye, még ha meg is csúsztatta volna Szabó, akkor sincs mögötte senki, igazából a saját labdájáért kellett mennie, és megteszi azt a szívességet, a Sonkát, hogy csak előre ugye a labdát. Igaz, a fehér gyalmat sem jár el fineszesebben. Végül is jó. El akarta rúgni a labdát a gyarmati védő, de ebből lett egy lényegében tökéletes labdaátvétel. Botos mutatott be egy szép figurát, és már dobja is a labdát a szélre, ez pedig most már helyzet. Húha, ez elég komoly szituáció volt. Ajtóablak helyzetben visszapasszolt lényegében a védőnek a Sonkádi játékos. Nem tudom, mikor lesz ilyen helyzete a Sonkádnak. Eddig még nem volt ekkora zicser. Így elrontani azért ezt ritkán lehet látni. Ez olyan érdekes egyébként ilyen megyei mérkőzéseken, amikor utólag borzasztó jól tud mindenki mindent, pályán és pályán kívül is, az adott szituációban nem biztos. Hatalmas ígyszer, nem volt les, abszolút lövőhelyzet, lássuk, hogy ezúttal lesz a lövés. Nem lesz, mert Algács most is egy csellel többet csinált, és így volt lehetőség a védőnek arra, hogy közbeavatkozzon, ezt meg is tette. Így következhet a második Sonkádi szögletrúgás a találkozó 17. percében 0-0-ás állásnál is. Amennyire gyarmati helyzetekkel kezdődött a mérkőzés, úgy most már a Sonkád lehetőségei vannak nagyobb számban is elsősorban, úgyhogy nem lesz könnyű dolga a miénknek, az egyszer biztos. Mindeközben ilyen élő eredmény, önök ezt már tudhatják, amikor nézik a mérkőzést. A Kispest Honvéd 1-0-ra vezet Kisvárdán, hogy megyei érdekeltségű mérkőzés. Ezért is érdekes lehet, szóval, hogy a Kisvárda nagyon szép menetelés után most úgy néz ki, hogy botlani fog, vagy botolhat. Jön a Sonkádi szöglet közben, és sikerült egyből kivágni a labdát. És így pedig dobhat a gyarmat. Lassan eltelik a félidő fele, egy nagy fehér gyarmati és két Sonkád, sőt, két fehér gyarmati és két Sonkádi zicser, de itt sincs gól. Ugye nagyon érdekes, tavaly Bíró Tibivel többször is beszélgettünk arról, hogy ott a Megye 3-ban milyen élvezetes meccsek voltak. Igazából az volt csak a kérdés, hogy hány gólt rúg a gyarmati csapat, és sok izgulnivaló nem volt, ez nekem mondjuk volt problémám, de igaza volt Tibinek abban, hogy végül is a gyarmati nézők ezt vélhetően élvezik. És akkor ez lehet, hogy még lap is lesz, nem csak szóban figyelmezteti Fejes Mátét a játékvezető, szóval, és itt pedig már a Megye 2-ben is az látszik, hogy azért ilyen kiki meccsek lesznek. Nyilván, ha innen sikerülne a feljutás, azt a betyárját, mekkora szerelés. Szabó volt szabálytalan Némettel szemben. Szóval a nagy különbség a Megye 2 és a Megye 1 között van, én azt hiszem. Ha innen sikerülne följutni, azért ott komolyan meg kell majd erősíteni a csapatot. De hát odaig el kell jutni. Egyelőre én most nem látom a Megye 2-nek az erejét, hogy mekkora lehet, és ezen belül hol tart a fehér gyarmat. Addig néhány mérkőzésnek ne kell telnie. Az biztos, hogy a Csenger Sima ott lesz, ott lehet az elején. És Szabó Tamás mellére pattan a labda, de az a helyzet. Nagyon jó, és indul a bal oldal. Visszapattant a labda.
fehérgyarmati játékos Farkas kezére. És Farkas jól látta egyébként, hogy indul a bal oldal. Meg is indította azt. De szép volt ez a szerelés. Előnyszabály. És egy lövés. Mellé szállt. Egy komoly bodycheck volt ott a gyarmati térfél közepén, és most már megjött a lövőkedve egyébként a sonkádiaknak is. Akár mennyire méterekkel mellé ment, de látszik az, hogy a sonkád felbátorodott, és az elmúlt percek játéka meg is alapozza ezt a felbátorodást, mert könnyebben, gyorsabban kerültek helyzetbe, mint a fehér gyarmat. Nagyon szép labda Alapinak. Megy a hosszú oldal, és sajnos Alapi rossz megoldást is választott, és most nem azt mondom, hogy belebotlott a labdába, de rálépett, és utána pedig még rá is pattintják a labdát, így kirúgással következhet a sonkád. Az biztos, hogy a lyukra futtatásokat jobban csinálja a fehér gyarmat. Nem történt szabálytalanság, elmegy a bal oldalon a sonkádi játékos. Pálóci, Pálócinál a labda. Nem volt les ezek szerint, jön be középre, ott sem történt szabálytalanság. Nem tudom, mi történhetett Karmacsival, a térdét fájlalja. Egyébként akár ivószünet is lehet, mert időben ott tartunk. Nem lesz jó, tehát Karmacsit le kell cserélni. A kispadon Lizák, Lizák Bence, Nagy Máté, Karmacsi Attila, Kósa Márk és Bornemissza István van. Bence jön, tehát Lizáknak egy új szerzeménynek szolgálatai, hogy lépjen pályára. Nagyon jó labda középre, és indul a szél. Szabó akár is érheti, főleg így egy kis segítséggel, ott a lövés, elment. Elment a kapu előtt, nagy lehetőség volt, Szabó jól is lőtt el egyébként. Egy picivel több külső van benne, akkor ez a hosszú felsőbe beakad, így viszont nem. Huszonnegyedik perc, és továbbra sincs gól. A fehérgyarmat Sonkád megyén másodosztályú labdarúgó mérkőzésen. Ugye a meccs elején mondtam, én még nem láttam megye 2-es mérkőzést itt gyarmaton. Ugye tavaly megye 3-ast figyelhettünk többet is egy bajnokságon keresztül. És most pedig a megye 2-t is szemmel követhetjük. Ugye rengeteg fehérgyarmat környéki együttes, néhány Máté Szalka közeli. Igazából testközelből láthatunk olyan csapatokat, akikről a korábbi években, évtizedekben csak hát ilyen szóbeszédek alapján értesültünk, esetleg az újságból. Ó, egy nagyon nagy helyzet, teljes zicser, sikerült el is gurítani, és a Sonkád megszerzi a vezetést méghozzá Pálóci István révén a találkozó 25. percének elején. Mondhatjuk, hogy meglepetésre Pálóci góljával vezet a vendég. Sonkád Pálóci nagyon gyors volt a védők között,
óriási sebesség különbség volt a javára. És Biró Tibi jelzi, hogy penge van a hátára írva, mindez azt is jelentheti, hogy jó legtechnikásabb játékos az ellenfélnél, de minimum a leggyorsabb. Hello! Siket hozni, gyere már vissza! Igen. Lizák Bence már be is állt. Közben nagyon szép labda a bal oldalon. Középen is van érkező ember. És sikerült szerelni Aranyost, viszont visszaszerzi a gyarmat a labdát. Farkas lő, mekkora védés! Rögtön egy elítési lehetőség volt. Hát nem tudom, hogy jobb-e a sonkádi csapat, hogy hangosabb, az egészen biztos. Legalábbis a kis pad tekintetében, hangerőben, nagy előnyben van a vendégegyüttes. Nagyon szimpatikus egyébként, hogy lekövetnek hanggal minden egyes momentumot a mérkőzéssel. De hát itt is igaz lesz a megye 2-ben, mint a megye 3-ban, hogy minden együttesnek nagy dolog lesz itt a fehérgyarmati pályán mérkőzésre lépni, vagy pályára lépni. Horváth Richárd volt szabálytalan Szabó Antallal szemben. Mára is végeztük a szabaddugást, Kálónál a labda. Farkas, hatalmasat kapott, de tovább ment. Be a hosszúra, ez nagyon jó labda, ott a fejes, és fölé. Aranyos fejet, teljesen üresen. Az látszik egyébként, hogy sokszor, hogy is mondjam, indokolatlanul vannak, mind az egyik, mind a kapu előtt, másik kapu előtt üresen a játékosok. Furcsa, hogy ennyire ott hagyják egyébként őket. Közben a Honvéd már a 92. percben járva is 1-0-ra vezet a Kisvárda otthonában. Gyertek feje, faló! Sanyika, toljátok feje egy kicsit! Menj oda! Ez a! Gyertek! Sikerült ugyan labdát szerezni, de kirúgás következhet. Huszonnyolcadik perc, 1-0 a Sonkád javára. Penge, azaz Pálóci góljával. És hát már most úgy tűnik, hogy nem siet a sonkádi csapat. Sem a kapus, sem a védő, Szabó leteszi kicsiben, de hát ott mondjuk volt ellenfél. Alapi engedi a csapattársát. És Lizákkal szemben volt szabálytalan német. Alapi. És én most azt látom, hogy a fehér gyarmat egy magasabb sebességre tudott kapcsolni egyébként. Gyorsabban teszik a dolgokat, és ez pedig szabadrúgás, akár sárgalap is lehetne egyébként siket megmozdulása. Farkassal szemben a szabálytalanság, és én azt feltételezem, hogy ez bizony Farkas is fogja ellőni, de nagyon gyorsan kocogott oda Rozman is. Sőt, Szabó Tamás is odaállt. Úgy látszik, hogy szabadrúgás elvégzést nézve van jelentkező fehérgyarmati oldalon. Egyébként, amióta Lizák beállt ide a védelembe, azóta stabilabb a fehérgyarmati hátvédsor. Négy tagú a sorfal. Abból a szempontból, hogy viszonylag közel és jó helyről jár a szabadrúgás, nekem picit kevésnek tűnik ez a négy fő. Rozman lövi el, jól emeli föl, és a kapufa mellől lábbal mentenek a sonkádiak. Uha, külsővel találta a sonkádi játékos, Lizák jöhet bedobással. Újabb gyarmati dobás.
Most már az látszik, hogy a Fehér Gyarmat egyértelműen dominál a gól óta. A kérdés az, hogy miért kellett a gólig várni. Farkas, Alapi, a játékvezető is zavarja egy picit. Alapi okos lett volna egyébként. Jó volt az elképzelés, de aztán egy pici porszem került a gépezetbe. Sonkádi szabadrúgás a felező vonaltól. Akkor, amikor eltelt fél óra a mérkőzésből. Megkerülős csellel próbálkozott a Sonkádi játékos, de erre sok esélye nem volt. Szigus Sándort dicsérik a kispadról, nem mintha hallaná a pálya túloldalán, hogy mi hangzik el. Alapi próbált a bal oldalon elmenni, de túlfutott még az oldalvonalon is. Tehát dobással jöhetnek a Sonkádiak. Senki nem figyelt a középen lévő emberre, és most már így Alapinak kell hátrajönni, és Alapi, ha már hátrajött, akkor mentett is. Ó, de szép volt Szabó Tamás, ahogy becsapta németet. Ez nagyon rossz megoldás, ment a jobb oldal, és Lizák helyett egy, nem is tudom, ilyen szellemembert választott Szabó, és most pedig már fordulhat a Sonkád. Algács Bence a jobb oldalon. És védenie kellett a kapusnak, Almásinak, itt szöglettel következhet a Sonkád. Hát ennyit múlik ezen, hogyha Lizákot meglátja Szabó, akkor vélhetően egy gyarmati támadás és talán helyzet, így pedig Sonkádi lövés nagyjából 10 másodperc múlva. Ennyit számít egy rossz döntés. És amit láthatják a Sonkádiak csapatkapitánya, nem, hogy nem megy gyorsan a labdáért, hanem ilyen lassított felvételt ritkán lehet látni, ahogy ő mozog. Tehát a lajhárok futóversenye azért egy idegbeteg küzdelem ahhoz képest, ahogy a labdához közelített siket. Körülbelül 20 másodperc, 25 másodperce próbált eljutni a labdáig. És úgy összességében, amíg eljutunk a beadásig, közel egy perc telt el. Almási csak öklözte a labdát. Gyerekek! 34. perc. Közben a Kisvárda hazai pályán vereséget szenvedett 1-0 arányban a Honvédtól. Alapi kapja a labdát középen, visszajátsz a Farkasnak. A labda egyébként csak Aranyos először nem kalkulált azzal, hogy ez csak neki mehet. Kicsit sokáig tájékozódott, Farkas gyönyörűen cselezi ki ellenfelét, aztán a másodikat is, csak őt azért nem, mert nagyjából 20 kilóval több, és Botos pedig használta a testi erejét, és Farkast így borította föl. Megint egy fehér gyarmati szabadrúgás. Farkas a hosszúra, Szabó felé jön a kapus, és ő nem üti, hanem megöleli magához, öleli Kánya Gábor a labdát, éppen ezért. Nem lett semmi ebből a fehér gyarmati pontrúgásból. Sikerült tovább csúsztatniuk a labdát, de hiába. Ott már nincs csapattárs.
Ricsi, hátod, de ne legyen! Állj, bátrabban! Hát ez lehet, hogy rövid lesz ez a labda, így is van. Jó volt a dobás viszont, de inkább hátra Farkashoz. Általában Farkasnál nagyon jó helyen van a labda. Farkas lövi el is felé. Nem sikerül betalálni a fehérgyarmatnak, már pedig itt a szünet előtt mindenképpen jó lenne az egyenlítés, és most már meg is vannak a lehetőségek, sokkal gyorsabbak a fehérgyarmati játékosok. Algács, jól teszi ki a szélre a labdát, Cigus be a hosszú oldalra, a gólszerző penge felé. Na így lett a jó, vagy így lesz a jó. Húha, Alapi viszi a labdát, és még egyszer azt a betyárját, Alapi. Alapi végigment három emberen. Igen, ez ember volt. Kondor Gábor rugott Siket László lábába, Siket hatalmasat ordított, majd 5 másodperc múlva, mintha semmi nem történt volna már talpon. Igazi futballista sérülés volt ez. A hangja volt nagy. És akkor ha már belerúgtak, akkor Siket a labda mögött. Én azt gondolom, onnan simán rá lehet lőni, és egy ilyen 2 méteres fiú szerintem rendelkezik akkor a lövőerővel, hogy meg tudja lepni Almási Ákost, fiatal kaposunkat. Ne így legyen persze. Almás így ránézése nincs több 1.75-nél. Hát ide a rövidbe, ha fölcsön tudja csavarni léc mögé, ott azt gondolom baj van, de teljesen más irányba ment a labda. Szép volt a csel, Horváth mutatta be. Jó csel, megpattan a labda, de nincs bent. És szögletrúgás következhet. Hát ez hatalmas zicser volt. Ez már az 5. Sonkádi szöglet egyébként, a gyarmat még csak 2 végzett el a 38. percben. Továbbra sem rohan egyébként Siket. Rengeteg idő megy el ezekkel a rögzített játékhelyzetekkel, hogyha Sonkádiak azok, akik veszélyeztethetnek, és ez pedig gól. 2-0-ra vezet a 38. percben már a Sonkád. Hát így a fehérgyarmatnak minimum nem lesz könnyű dolga. Hát úgy tűnik, hogy itt ezekkel a rögzített játékhelyzetekkel szemben nincs ellenszere a fehér gyarmatnak. Ha jól láttam, akkor egyébként Algács volt talán a gólszerző. Na hát az első fél idő itt a Megye 2-ben nem úgy alakul, mint ahogy fehér gyarmaton remélték, vagy reméltük. Egyelőre 2 Sonkádi gól, és az a helyzet, hogy eddig a Sonkádiak taktikája az, ami érvényesül. Visszazárnak ott hátul, nagyon sokat nem kockáztatnak. Német Szabó Tamással szemben egy légi piruett. A becsúszás Cigustól. És egyébként a gyarmat úgy összességében kicsit idegesen játszik, hogyha egy picit megnyugodna a hazai csapat, akkor sokkal több esélye lenne, így viszont meglehetősen elvagdossák a labdákat, főleg az ellenfél
játék harmadában. És ennek is köszönhető, hogy még nincs fehérgyarmati gól. Ugye azt mondtam néhány perce, hogy szünetig van egyenlíteni, hát most már ilyen vérmes reményeim nincsenek, inkább azt mondom, hogy talán, hogyha ebben a bő 5 percben lehetne egy gólosra szűkíteni a különbséget, az már esélyt adna a második félidőbeli fordításra. Nem megy senki oda! Ez a kacika! Gyerünk, gyerünk! Elég gyors labdának tűnik. Gyerünk, most támadunk fel! Nem van, de most, most, most! Kondor ki a bal oldalra. Elől még ott van Aranyos. Aranyos kapja a viszonylag lassú labdát, még kicsit tájékozódott is, hogy hogy vehetné maga elé. Most már az alapvonal közelében van Aranyos, így viszont egy szögletrúgást kierőszakolt. Nyilván megy előre Kondor is, ő azért fejjel veszélyes lehet. De hát ott van rajta Siket, a csapatkapitány, két húri horgas ember, jön a rövidre a labda, és ki kellett fejelni, kérdezhet, ez kapura ment. Alapi szerzi meg a labdát, Alapi be középre, és húha, ez a csuka fejes, akár öngól is lehetett volna. Így viszont szöglet, méghozzá a negyedik fehérgyarmati szögletrúgás következhet. Szabó alapban mögött. Hát magassági fölénye nincs a fehérgyarmati csapatnak, tehát nekik fifikával kéne ezt megoldani. Almási, de ügyes kapufa! Hű, azt a betyá, vagy Aranyos, bocsánat. Aranyos lövése a kapufáról, utána kapufáról a kapu fölé pattant a labda, úgyhogy megúzták a Sonkádiak. Marad a 2-0-ás vendégvezetés a 42. perc közepén az első félidőben. Hát nem lesz sétagalopp ez a megye kettő, ez már látszik. Sonkádiak itt kérem szépen a kispad mellett óriási hangorkánnal vannak egész meccsen. Ez a mentés csak az autókat veszélyeztette. Azon kívül egyébként nem volt túl eredményes. Egy lövőhelyzet lassan, és egy nagyon szép mentés. Az utolsó utáni pillanatban csúsztak oda Káló Attila lába elé. Kérem szépen, Lacikának annyit kiabálnak a kispad mellől, vagy három László is a vendégeknél. Talán ezért hallani mindig ezt. Farkas ment el szépen. Szabó Tamás nagyon szélesen vette át a labdát, talán ott már szabálytalankodni nem kellene. Ez sem volt szabálytalan ezek szerint. Megint a fehérgyarmatia ki a labda. Farkas a játékvezetővel foglalkozott, Szabó. Ez nem volt jó megoldás. És még mindig hátra van bő 2 perc a félidőből. Teljes csapattal támad a fehérgyarmat. Igazából az egész Sonkádi alakulat ott van a kapujuk előterében. Ez egy jó labda. Egyértelműen 11-est akart kiharcolni a fehérgyarmati játékos, nem is volt túl távol hozzá, de a kapus figyelte arra Kánya, hogy ebből bizony ne legyen büntető. Azért őszintén szólva, Kondor a maga közel 2 méteres termetével picit agresszívebben is odaállhatna, mondjuk az olyan helyzetekben, amikor fejelni kell. Alapi mellé tovább teszi, de ugye ennél jobban nem tudta. Ez igazából lövő helyzet volt az ellenfélnek. Ott a lövés, és majdnem ott a harmadik gól. Az a helyzet, hogy Almási Ákos a kapuban, mondjuk úgy, hogy termetére nézve nem biztos, hogy teljes biztonságot ad a védelemnek, és ugye ha meglátnak egy ilyen kapust az ellenfél lövői, akkor sokkal könnyebben lőnek, és ezért nehezebb mondjuk Almásinak. Utolsó perc, nézzék meg, ahogy mozog a labdáért Siket. Mondanám, hogy fut, de hát még sétálnak is nagyon lassú.
és én úgy érzem, hogy ezt a játékvezető nyugodtan engedni fogja a 90. percig is. Most is szépen végignézi, hogy egy olyan 40 másodpercig lemegy a szöglet zászlóig. És még ez sem lett volna olyan rossz. Botos kicsiba akarja megjátszani. De viszont nagyon gyenge megoldás, és most már Almási még játékba hozhatja Farkast. Farkas teszi maga elé, Szabó a hosszú oldalon. Farkas tolja meg. Biztos vagyok benne, hogy Farkas jó néhány kilót felszedett a nyáron. Nagyon jó játékos, kiváló technikával rendelkezik. Az igazság, hogy picit, mondom, szedett magára, és itt talán a sebessége már nincs meg. 45 perc után Fehérgyarmat Sonkád 0-2, mindkét oldalon voltak helyzetek, de amely csapat jobban kihasználta az övét, az vezet most, mégpedig 2 góllal. Tisztelt nézőink, kezdjük a második félidő. Nem lehet más a Fehérgyarmat célja, mint hogy legalábbis egyenlíteni, de az biztos, hogy váratlan, hogy a kettődő után 2-0-ra vezet a Sonkádi együttes. Nem fognak sietni már az első félidő felétől, amikor csak 1 gólos volt a Sonkádi előny, már akkor is meglehetősen lassan végeztek el szögletrugásokat, bedobásokat a Sonkádiak, tehát az ő helyzetüket nézve nagyon bölcsen próbálták húzni a játékot. Kicsúszott a labda az oldalvonalon túlra, Gács megmozdulása után. Nagyon szépen sikerült odapörgetni a labdát. És ez pedig szerintem sárga lap is lehet, akár Káló Attilával szemben. A szabálytalanság és a mérkőzés első lapja következhet. Ott a sárga, Botos Ádámnak kiosztva. Attila, alapi valaki kér egy gyereket? Várjál mindjárt majd. Csavika, indulj be. Farkas inkább hátra, vissza Farkasnak. Atya úristen, mit csinált? Almási hibája után, ott a harmadik Sonkádi gól. Sajnos Almási az egyetlen rossz megoldást választotta. 3-0 tehát a Sonkádnak, hát ez nagyon nem úgy alakul ez a megye 2-es bemutatkozás, mint ahogy ez várható lett volna. Nagyon hamar jött ez a harmadik, a második percben, a második fél időben. Nagy kérdés, hogy a Fehérgyarmat esetleg ne adj Isten, nem adja föl. Láttunk már sok olyan mérkőzést, ahol valaki egy fél idő alatt egalizált, akár meg is fordított 3 gólos különbséget, de olyat is láttunk, hogy egy csapat föladta, és nem ment már tovább igazából. Szabadrúgás. Jöhet a Sonkád. Hát a 2-0-nál azt mondtam, hogy nem fognak sietni, akkor 3-0-nál aztán végképp. Almási most viszont jól jött ki a kapujából, és jól is játszotta meg a labdát. Ó, hát ez
narancssárga, nemhogy sárga, a nyakánál fogva a fejes visszahúzta aranyost. Most a sípszó. Hát itt a fehérgyarmatiak, és ez sem volt le, és borzasztó hibákat követnek el itt hátul, most már nem először, és ez is majdnem helyzetté alakult. Ez mellel volt, itt néhányan azt mondták talán, hogy kéz, de nem volt az. De Lizák ad biztonságot ott a túloldalon, sajnos gólt úgy kaptuk, hogy ezen az oldalon nem voltunk elég magabiztosak. Ez pedig szabadrúgás, és hát most már, amit jeleztem is, hogy arra lehet számítani, hogy a vendégjátékosok ilyen helyzetekben biztos, hogy lent maradnak, még picit fájlalják, itt fájlalják, ott, de hát a maguk helyzetéből nézve ezt kifejezetten okosan, jól is teszik. Nekünk bármennyire is rosszul esik, de hát ilyen a futball, meg hát kellett volna nekünk 2-3 gólos előnyt szerezni, és akkor nem mi problémáznánk ezzel a helyzettel. És középen is fekszik egy sonkádi játékos. Én azt gondolom, hogy azért a játékvezetőnek majd jeleznie kellene, hogy jó lenne, hogyha így, hogy még azért hátra van jócskán ebből a mérkőzésből, hogy lenne futball mondjuk. Így nem biztos, hogy lesz. Labdát kér a játékvezető. Most már nem csak ő, hanem a mieink is. Nagy nehezen sikerült. Meggyógyult a sonkádi játékos, úgyhogy folytatódhat a játék. Gyerünk, Sanyi! Most támadunk, vagy gyerünk már! Most! Ez van! Megvan, Ricsi! Szabó el tudott menni a bal oldalon, na nézzük ebből mi lesz. Most jön be középre a labda, és nagyon szépen kipasszolták Botos felé. Ez sem jó, hát igen, ezek az esetleges megoldások, ezek eddig sem jöttek be. Bedobás következhet, Kálóért oda, de hát bár odaért, viszont a labda nem a miénk. Szerintem a világon semmi nem történt, ezzel együtt siket összeesik. Ordít is egy nagyot. Azonnal föl fog állni, a világon semmi baja nincs, csak az időt húzza néhány másodpercig. Egyet, mintha csak jós lennék. Nagyjából egyáltalán nem értek hozzá siket lábához, teljes mértében labda volt. De a szabadrugás a játékvezető döntése szerint jár a sonkárnak, akik itt a felező vonalnál végezhetik el ezt a pontrúgást. Száll hosszan, hát ez hihetetlen. Almás jött ki a kapuból, de hát hova? Hova meg miért? 4-0 most már a sonkárnak. Az az igazság, hogy Botos oké, belefejelt a labdába, de ki kell mondani, hogy Almás Jákos nem ez a liga. Tehát, hogy
két olyan hiba, amiből a gyarmat gólt kapott, ugye teljes mértékben az ő jó voltából, hát igen. És eddig a gyarmatiak nem adták föl, akkor azt gondolom, hogy most már biztos. Tizedik perc egyébként a második félidőben, és hát nagyon nehéz 35 perce lesz így a fehér gyarmatnak. És hát az a hit, hogy a gyarmat ebbe az osztályba is a bajnokság megnyeréséért érkezett, hát az a hit az vélhetően alább hagy, hogyha egy ilyen, mondjuk úgy, hogy meredek vereséget szenvedne el a csapat. Ez a 4-0 az nagyon sok, és most egy kapuscsere. Almási lejött a pályáról, és Gergorics Ábel jön be. Azt gondolom, hogy Almási önbizalmát is veszthette, vélhetően Geletei ezért cserélte le a hálóört. Hát ritka, amikor a másik félidő elején kapuscserél egy csapat, de azt gondolom, hogy most ez joggal történt meg. Jó a csel, és akár a hosszú oldalt is lehet indítani a sonkádiaknak. Szép játék, van üres ember Algács révén. Algács, hát most szerintem kapott egyet egyébként. Ezt a játékvezető viszont nem vette figyelembe. És mehet Aranyos. És Aranyos elől szereltek. És akkor most megállították a játékot. Játékvezetői labda következhet, illetve csere. 33-as, tehát Pálóci jön majd le a pályáról. Aranyos a bal oldalon, ezt jól látta most meg, hogy a rövid oldalon lehet indítani. A fehér gyarmati bedobás következhet. Penge lejön tehát, jól játszott kifejezetten. És a miénknél pedig Bornemisza István a pályán, hát Bornemisza se az első fehér gyarmati meccsét tölti, Botos Viktor pedig beállt a vendég sonkáthoz. 4-0-ra vezet tehát a vendégcsapat. Jön a labda a hosszúra Szabó Tamás felé, és nagyon szépen sikerült mentenie a védőnek. Jól láttam, akkor Németh László volt az. Alapi felé a bedobás, Alapi rengeteget dolgozik egyébként az egész mérkőzésen. Azt gondolom a pályán lévők közül az egyik legjobb képességű játékos, de valahogy nem jött össze neki igazából ez a mérkőzés. Reméljük, hogy nem veszti kedvét. Ott pattog a labda, egy emelés, ezt még akár el is lehet érni, nem? Hiába indult Aranyos. Fordulj meg!
A kirúgás egyébként egészen a gyarmati térfélig, és hát nyilvánvaló volt, hogy Farkas fejjel ezt nem fogja elérni, ez pedig Les. Úgyhogy gyarmati szabadrúgás a 14. perc végén. Kondor be középre, van üres ember, három támadó elől. Jó jött középre a labda, Bor nem vissza, megcsinálja a cseh, nála még, ez is jó ez a passz, Alapi felé, Alapi, vissza te akarta tenni Bor nem visszának, de sajnos. Jó, hát ez szabadrugás, de így viszont előnyszabály, nincs is Les. Lizák mellett a csel, méghozzá micsoda csel, ott az ittszer, ott az ötödik gól. Hát kérem szépen, teljes kivégzés, Botos Benedek góljával most már 5-0-ra vezet a Sonkád a 15. perc végén. Az a helyzet, hogy a Sonkád most egy nagyon éles tükröt állít a fehér gyarmat elé, hogy a megye másodosztály mennyire nem megye három. És hát persze nagy kérdés, hogy a gyarmatiaknak lesz-e válaszuk erre, mert az a helyzet, hogy a Sonkádnál van még erősebb csapat is itt a megyei másodosztályban, egyrészt, másrészt pedig a gyarmati közönség nem biztos, hogy itt a megye kettőben sokáig fogja jó szemmel nézni azt, hogy adott esetben vereségek követik egymást. Jó, ilyen messze persze nem kell elmenni, de egyenlőre azt hiszem, hogy ez a mérkőzés nagyon rossz képet mutat. Az is lehet, hogy a fehér gyarmati csapat nagyon elhitte, hogy ők itt is meg tudják csinálni erőből, meg fineszből, technikából, de úgy tűnik, hogy ez nem így van. Legalábbis ez alapján, az egy mérkőzés alapján mindenképpen itt tűnik. Na ez viszont helyzet lehet. Hát igen, le aki a bal oldalra, na nézzük a centerezést, megvan a vonal előtt, nagyon sokat várunk, és oda passzoltuk igazából. Ez kéz szerintem. Nincs sok jelentősége, de azt gondolom, hogy kéz volt. Alapi megszerezheti a labdát, vállal teszik arrébb, hát Alapi körülbelül 30 kilóval kevesebb, mint Siket, aki vele szemben állt. És azért a fociban 30 kiló az 30 kiló. Közben megvan a labda, na Alapi most labdához jutott. Szabó Tamás, mert őt is mezénél fogva húzzák vissza, ez is sárga. Jó a labda átvétel, Farkas, ugye Farkastól ez szinte el is várható. Na ez lassan lövőhelyzet, visszarántották szerintem, ez is lap egyébként, és egy fantasztikus lehetőség, nagyon jó helyről. Na hát, 1-2-3-4 játékos a falban. Farkas rövid oldal és elment mellette, nagyon jó szabadrugás volt, centimétereken múlt a szépítő gól, de nem lett meg a szépítő gól, tehát a 19. percben a második félidőben továbbra is fehér gyarmat Sonkád, kimondani is szörnyű egyébként, de 0-5. És hát nem sok támadást vezet már a Sonkád, de amit vezet, az általában veszélyes. Nem történt szabadrúgás közben. Gyere, cigu, cigu, gyere, cigu!
könnyedén szerezték meg a labdát. Gyerünk már a fejjel fele, fiúk, gyerünk már! Máté, zárja vissza a fitán a fejjel, igen, igen! Ez is zicser. Ó, ezt aztán sikerült Gregoricsnak kivédeni. Belevetődött a fehérgyarmati játékos. Farkas, de ezek szerint nem volt kész, hanem szögletrúgás következhet. A nyolcadik sonkádi szöglet, ott a fejes, éppen hogy fölé. Éppen hogy fölé. Szabó gurítja vissza. Hát abszolút a szépítő gólért játszik most már a fehér gyarmat. Jó lenne, ha legalább az első megye kettes gólt megszereznék a mieink. Fölemelt labda aranyos irányába, meg is szerezheti, mert a védő egyébként elég sokáig vacakolt. De aztán mégis Cigus Sándor volt az, aki erélyesebb volt, és aranyos pedig úgy immellámmal oda ment, de hát esélye nem volt megszerezni ezzel a mentalitással azt a labdát. És mindig 25 perc hátra van ebből a mérkőzésből, ami hát gondolom, hogy minden fehérgyarmati nézőnek egy kínszenvedés most már. És egyébként itt a pálya környékén is meglehetősen sokan vannak, én azt gondolom, egy olyan 300 néző kilátogatott erre a mérkőzésre, és nagyon nem erre számítottak. De mondhatom, egyes szám többes. Jó, labda közben. Ó, de jó volt ez a passz, akartam mondani, de ott is közben nyúlt egy sonkádi láb. Szóval többes számban is nyugodtan mondhatom, mert én sem erre számítottam. Gyarmati bedobás, de hát ezek a játék megszakítások tökéletesek a sonkádiaknak. Ők ezzel minden bizonnyal teljesen elégedettek, nem beszélve az 5-0-ról. Az egyébként egy jó indítás, és belenyúlt. Nagyon jó érzékel sztárazta Ferenc. És így pedig szögletrugás következhet. A hatodik fehér gyarmati szöglet. Lacika! Embert keresél, Lacika! Lacika! És végig kommentálja a sonkádi kispad a mérkőzést egyébként. Minden másodpercben van mondani való, minden másodpercben van eligazítani való. Nem mintha a pályán lévők hallanának ebből sok mindent, de legalább önmagát nyugtatja ilyenkor az ember. Nem sikerült fejelni alapilőre, magasan el. És mit labdát kér a játékvezető. Jelzik a sonkádi cserének, hogy nem kell sokat vállalni, védekezni kell. Egyértelmű a szándék, tehát naná 5-0-ás vezetésnél stabilizálni szeretnék az eredményt, a helyzetet. Bornemisza melléről, pedig az oldalvonalon túlra pattan a labda. Azért ilyet sem sűrűn látni. Bakos jött be a vendégeknél, 19-essel, ugye ő kapta azt az utasítást, hogy inkább a védekezéssel foglalkozzon. Egy hazaadott labda. Nagyon szépen húzta vissza Bornemisza a labdát, amely labdára alap indult el. Hát alapi rengeteget futott ezen a mérkőzésen eddig. Olyan értelemben eredmény nélkül, hogy 5 góllal vezet az ellenfél. Aranyos, most nagyon jól támadta a labdát, ez sem rossz, és nincs les. Simán el lehet érni Rozmannak. Kifejelték ezt is. Bornemisza, jó a visszagurítás. És egy nagyon gyenge lövés volt
Szabótól. Kifelé pörög a labda meglehetősen, de még simán bent van, és megszerezte a sokkal rosszabb helyzetben lévő Sonkádi játékos a labdát. Ez a csel is jó. Át a hosszú oldalra, ez most már mindjárt helyzet. És jó a csel, át Kondort nagyon könnyen választják el a labdától, az igazság az egész mérkőzésen. Hát, tehát 25 perc, tehát 20 még hátra van, és hát aki olyan szemmel nézi, én igyekszem, az láthatja, hogy hol vannak lyukak a fehérgyarmati csapatban. Nagy Máté közben 8-assal a pályán, a fiatal játékosnak gondolom, hogy az első megyekettes felnőtt bajnoki mérkőzés. Nagy dolog ez egyébként ilyenkor. Szóval azt akartam mondani, hogy nagyon jól látszik, hogy hol vannak a rések ebben a gyarmati csapatban. Közben lefekszik egy Sonkádi játékos, könnyen lehet, hogy a gyomor szájára kapott egyet. Egy nagyon szép labda, Bor nem vissza, mire várt vajon, de így lesz jó. Hát elég bohózatba illő jelenetek, azért ezt tegyük hozzá. Egyik csapat játékosa kapta a labdát a másik csapat játékosától. Középen pedig Horváth Richárd került a földre, és igen, rossz helyre kapott egy könyököst ezek szerint, de már mutatja, hogy nem kell segítség. Fogyasztani kell, ahogy hallom. Ez akkor sárga lap, mert bejött a játékos engedély nélkül. Megyekettes problémák, ugye, amikor fölösleges sárga lapot kap egy játékos, ugye ezt IFI 2-ben is tanítják, hogy ha a játékvezető jelez, hogy jöhet, akkor jöhet. Mondjuk úgy lefordítom, a szükös játékos politika következtében ideges a vendégek szakvezetője. Nem így mondta. Nincs kibékülve ezzel a lappal. Minden esetre a bedobás lehetősége az a fehér gyarmati, de egészen a túloldalról. Így viszont játékvezetői labda, de akkor is a miénk, Szabó, és ez pedig akkor szöglet. Mondjuk ez fájhatott, a comb elsővel kapta el Fejes Mátét. Ez a labda, hát ez nem lehetett kellemes. Laposan a szögletrúgás, ott a lövés, és ez is mellé, tehát kirúgással következhet. A 29. percben a Sonkád. Ez a mérkőzés 5-0 után most azt a képet mutatja, ami várható volt. A Sonkádiak beállnak védekezni, a fehér gyarmat próbál támadni, de hát az az igazság, hogy egyelőre még különösebb helyzetig sem jutott a gyarmati csapat. A Sonkádiaknak pedig ez lényegében tökéletes, ahogy zajlik a találkozó. Lizák ki a labdát, ez a nagy győzelem a Sonkádnak, akárhogy is nézzük. Én meggyőződésem, hogy a mérkőzés után Sonkádon óriási buli lesz ebből. Nem tudom, hogy a helyi
kocsmában, vagy hol szokták ünnepelni a mérkőzések után a győzelmeket, de az teljesen biztos, hogy Csonkádon. Ez egy nagy nap, legyőzték a Fehérgyarmatot, nem tudom, hogy történt-e ilyen. Nyilván azonos osztályban sem nagyon szerepeltek, de hát ez már történelem, hogy ez az elmúlt két év most Fehérgyarmaton így zajlik. És hát ha így megy tovább, mint hogy ez a mérkőzés zajlott eddig, akkor a gyarmat, nem akarok nagyon messzire mutatni még előre, de nagyon könnyen itt is ragadhat ebben az osztályban legalább még egy évre. Mert hát ugye ezt a Sonkádot 5-2-re verte, méghozzá Sonkádon a Csenger Sima, és hát mi most 5-0-ra, már bocsánat a kifejezés, de égünk, akkor nehezen elképzelhető, hogy majd jól megverjük a Csenger Simát például. Ez pedig most Farkasnak lesz sárga. Szerintem piros. Három, de ennyire lemaradt. Hát fogadjuk, hogy nem rám vérnék tenni a főzők, nem érték annak. Farkas kapta tehát a sárga lapot, és mintegy 20 méterről jár a szabadrúgás. Algács a labda mögött, mondja Biró Tibő, hogy hát igazából a szeszfőzdés és a kocsmáros beszélték meg ezt a szituációt. Utóbbi mondta, hogy rá merné tenni a főzdét. Na hát ez egy hatalmas lehetőség egyébként. Hát nagyon csúnya lenne, hogyha a hatodik is megszületne. Algács tehát ellövi, de jó lövés volt a kapus, nem ért bele. Erő volt benne bőven, középre tartott. Gól nem lett. Farkashoz, az imént besárgult Farkashoz jön a labda. Alapi mellett egyébként a másik kifejezetten jó képességű futballistánk. Jön be középre, ez, azt akartam mondani, hogy Zitzer lehetett volna, Bor nem visszafelé szállt a labda. Ezek szerint 11-es. Vezetünk 5-0. A Sonkádnak vajon mi a probléma egy 11-essel? Már ajándékgólról beszél a vendégek vezetője. Egyrészt még nincs gól, másrészt, hogy is mondjam, álmában nem gondolt, hogy 5-0-ra fognak vezetni Sonkádon, és ilyenkor jön a nagyobb arc egy picit, hogy miért ne nyerünk 0-ra. Ez a 33. percben Farkas lövi a büntetőt, most fut neki, és bepattant. Hát mondjuk úgy, hogy volt aki szerencse is benne, de volt vagányság is, igen. Igen, Cigusnak nem tetszett az, hogy itt kritizálták. Mondta a kispadon lévőknek, hogy jövő héten meg ti játszotok. Egyébként van igaza, abszolút van igaza. Cigusnak elmondták, hogy mi a dolga, konkrétan az, hogy csinálja. Hát most lelkileg tönkretették láthatóan, olyan rosszul ment oda a labdáért, hogy látszott, hogy még az előző beszélgetés van a fejében. Kiderült, hogy nem piszkálgatták Cigust egyébként, ezt most hallottam. És Cigus, bocsánat, de ből lesz beillő. Cigus adja be a labdát, és ha ez gól, akkor mit mondott volna a kispadra vajon? Utána biztos, hogy ide jött volna, hogy várom a dicsérő szavakat.
Szabó, jobb lábára cselez, Szabó még mindig, lesz-e még egy gól, mert 5-2 jobban néz neki. Alapi átemeli a védelmen, ott a lövés, ott a gól, de nincs ott a gól, mert les. Bornemisza megkérdez asszisztenst, hogy lehet les. Általában úgy, hogy közelebb van a kapuhoz a támadó, mint a védő, de ezt most engedjük el. Szóval nem lett 5-2, marad az 5-1. Haza kéne fejjelni szerintem, ujjúj, lábbal, jó van. Hát ez okos. Na, hát ez egy jó labda, mondom én, de sokkal közelebb van hozzá Kánya, a vendégek kapusa. Igen, ilyen modern színű mezben véd. A kispad továbbra is, mármint a vendég kispad meglehetősen verbálisan aktív. Itt 10 perc van még hátra ebből a mérkőzésből. Aranyos ugye oldalt váltott, azt gondoltam, hogy el fogja érni ezt a labdát, de mindenképpen Aranyos is nagyon sokat küzd, nagyon sokat hajt ezen a meccsen. Messze menőkig nem az ő hibája, hogy így áll a csapat. Ja, most Kondorra vezetnék a labdát, de nagyon rossz passz volt. Na, Kondor ezt van elérje, igen, aztán hazapasszolja. És igazából egy touchra sikerült tenni a labdát. Hát sok következtetés le lehet vonni egyébként ebből a mérkőzésből. Nekem meggyőződésem, hogy a mieink, majd miután megbeszélték ezt a találkozót, azért rá fognak jönni nagyon sok olyan dologra, amit lehet javítani, nem kell kétségbe esni nyilván, de egy nagyon nagy jel ez az 5-1, és bármennyi is lesz a vége, maga a mérkőzés és a mérkőzés képe egy nagyon komoly jelzés. Ó, sikerült nagy nehezen, de sikerült menteni. Közben a földön maradt Siket. Rengeteget futott ezen a meccsen, nem tudom, hogy megrúgták, vagy begörcsölt, de a labda az mindenképpen a vendégeké. Hát Siket nagy nehezen fölállt, és a térfelünk közepéről egy gyaloglási, lassulási versenyt bemutatva ismételten egyre jobban csinálja ezeket. Szerintem most már egy perc fölött lesz a megítélt szögletrúgás és a szöglet elvégzése között eltelt idő. Most jön tehát a 9. Sankádi szöglet, ott a fejes. Nem volt az rossz, egy hulló fa levélként érkezett, tegyük hozzá. De fölé. Szórik, te ott maradj, gyerünk hátra fele. Viktor, ne utána menjük a labda oda. Húha, ezt talán el lehet érni, nem? Az oda valami túlra mentett. A vendégek védője Bakos, vagy középpályása. Hát talán még egy gól, egy szépségtapasz beleférhet ebbe a mérkőzésbe, jó lenne. Ugye eddig egy darab 11-esből betaláltunk, tehát Farkas lőtt az első megye 2-es gólunkat, ez kijelenthető.
engedi a játékvezető a játékot, ott is történt egy falt Lizákkal szemben, de azt mutatja a játékvezető, hogy mehet tovább. És egy fehér gyarmati szöglet következhet. Jönne a csere, és nem örült, hogy nem jöhet. Hát megmondom őszintén, hogy azért a megyei meccseknek van olyan hangulata, ami nem pótolható mással. A cserét csak az akadályozhatta meg, hogy a másik játékos, nem az, akit le akartak cserélni, már nem bírja lábbal. Most kapus nagyot tordít, majd meg is szerzi a labdát. Hát a Sonkádnál a csere az így dől el, valaki azt mondta, hogy le akar menni. Így hát lemegy. Hallom, hogy a Sonkádiaknál már nagyon nagy az önbizalom. De hát, hogy ne lenne nagy, amikor fehér gyarmaton vezetnek 5-1-re. Pláne egy 5-2-es vereség után, amit ugye a hazai pályán szenvedtek el. ...42. perc vége. 3 perc a vége, 5-1-nél azt hazudta a vendég kispadra, hogy magunkra húzzuk őket nagyon erre a 3 percre. Hát gondolkodom azon, hogy milyen konklúziót lehet levonni ebből a mérkőzésből. Hát azt mindenképpen, hogy a fehér gyarmat... hogy a fehér gyarmatot talán egy picit felkészületlenül érte ez a megye másodosztály, meg konkrétan ez a sonkádi csapat is. És hát azt is, hogy meg kell beszélni, hogy mit kell másképp csinálni, mert biztos, hogy sok mindent másképp kell csinálni, és amennyiben ez így lesz abban az esetben, lesz ez a fehér gyarmat még ennél sokkal jobb is, én azt gondolom. Az alapképességekkel nincs probléma, de valahogy sokkal élesebb volt egy kritikus helyzetben a sonkádi együttes és a sonkádi játékosokból sokan. És én azt hiszem, hogy ezt az élességet kell majd, hát hogy is mondjam, és ez majdnem zicser farkas előtt jött, lett volna egy hatalmas lehetőség. Szóval az élességet kell jól belőni majd így a mérkőzésekre, és utána egy már jó összjátékot mutató fehér gyarmat, mondom még egyszer, sok mindenre képes lehet ebben az osztályban, de az a fehér gyarmat, amelyik ez kész közben, de így előnyszabály és nincs les. Ez így nem les, akár a 6. gólt is megrúghatja a Sonkád, azonban kiválóan jött vissza Cserepes Ádám, marad tehát az 5-1. Tehát akkor ezek szerint fölé marad az 5-1-es mérkőzés állás. Egy bő perc van még hátra ebből a mérkőzésből, és hát
Nagyon érdekes lehet, hogy mit gondolhatnak a játékosok, a fehérgyarmati játékosok. Biztos, hogy nem így készültek erre a találkozóra. Biztos, hogy nagyon rossz érzés lehet. Meggyőződésem, hogy az első 20 perc után ugye két nagy helyzetünk volt. Nem is értem, hogy itt például mi történt. Ez pedig nem lesz. Talán az asszisztens is elfáradt már. Szóval, hogy minden a felé vezetett és mutatott a 20 perc, 25 perc után, hogy a fehérgyarmat dominált ezen a mérkőzésen, és akár könnyedén meg is nyerheti a találkozót, viszont azt követően a Sonkád átvette az irányítást, és a Sonkád már gólokat is lőtt. Ugye 2-0-ra vezetett az ellenfél az első fél idő végén, a csapatkapitánnyal Szabóval szemben egy szabálytalanság, de mehet tovább. És aztán a másik játékrészt legelején megrúgta a harmadik gólt, Alapi rúgta Farkas mögé el a labdát, és hát nyilván nagyon rossz érzés lehet ez Alapinak is, aki tudja, hogy a mezőny talán egyik legjobb technikájú játékosa, de valahogy semmi nem sikerült ezen a mérkőzésen. Ennek a következménye az 5-1-es Sonkádi siker, tehát a Sonkád miután 5-2-re kikapott a Csengersimától az első fordulóban, most 5-2-re nyert. A miénk ugye Tiszakóródon nem szerepeltek, majd később pótoljuk azt a mérkőzést, tehát az első megye-2-es találkozó egy negatív meglepetés, fehérgyarmat Sonkád, 1-5.